Idén is hatalmas sikernek örvendett az a Németországból induló és a Szatmár megyei Túr Terebesen véget érő rali, amelyet azért hívott életre az innen elszármazott Czerlau Pál Csongor, hogy megismertesse a németekkel az erdélyi tájak, a járatlan utak szépségét. Ez a rali abban is eltér a többitől, hogy itt nem a versenyszellem hajtja a benevezőket, inkább az, hogy minél több élményben legyen részük. 6 napon át járták Erdély legérintetlenebb tájait az Erdély Rally résztvevői. Ezt 2018-ban szervezte meg először a Túr Terebesi születésű Czerlau Pál Csongor, aki 12 éves kora óta Németországban él. Miután néhány éve barátjával részt vett egy München-Spanyolország rallin, rájött, hogy ő még ennél is izgalmasabb helyre tudná vinni a benevezőket. Én Erdélyben születtem, az a hazám, nagyon jól érzem magamat itt, és akarom a többieknek is megmutatni, hogy hát, mert ezt tudja mindenki, hogy hát, hogyha Németországban valamit mondanak, hogy Románia, Erdély, senki nem gondol ilyesmire, hogy itt ilyen tájak vannak, mert mindig csak őszintén megmondom, szegénységre, meg ilyesmikre gondolnak, és halvány, gőzük sincsen magyarul megmondani, hogy hát mik vannak itt, és mindenki, aki eddig eljött velünk, csodálatosnak találta. Az egyhetes 4500 kilométeres raliból 6 napot töltenek Erdélyben, és az itteni 2200 kilométerből 1500 olyan földes hegyi út a Kárpátokon át, amely még a Google térképen sem szerepel. Csongor a verseny előtt mindig több héten át járja ezeket a vidékeket, és minden évben más-más útvonalat jelöl ki, hogy a visszajáró résztvevőknek is izgalmas legyen. Also das, was wir hier in Rumänien an Straßen finden, an Ortschaften. Az, amit itt mi Románia, Erdély útjain, településein megtapasztaltunk, hogy nem csak a tájak csodálatosak, hanem az emberek is nagyon emberségesek, segítőkészek. Én, aki Németországban, Münchenben élek, csupán a tévéből láttam eddig néha Romániát, de az, amit mi most itt átéltünk, azt legalább egyszer mindenkinek meg kellene tapasztalnia az életben. A versenyzőkben közös, hogy fanatikusan szeretik az autókat, ami jól jön akkor, amikor napi 9-10 órát töltenek vezetéssel, de olyan is volt, amikor 16 órát ültek autóban, mert próbáltak átjutni az elmosott utakon. Az autósoknak bőven kijutott az izgalmakból, volt, amikor eltűnt előlük a járható út, vagy éppen patakokon kellett átgázolni ahhoz, hogy folytatni tudják a kijelölt útvonalat, és a medve is mindennapos látvány volt számukra. Az Erdély Rally Túr Terebesen a szervező szülőfalujában ért véget, ahol megtapasztalhatták az itt élők vendégszeretetét. A már összeszokott csapat együtt ünnepelte a célba érést és az élménydús napokat.